Igen, most tényleg azt érzem, hogy nagyon, nagyon leköt, mert tetszik is, meg nem, most azt nem mondom, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de így ott van azt, hogy mindjárt ez is megvan, meg hogy ott a küzdeni kell, hogy meglegyen, szóval nagyon, nagyon jó, kell mondanom. Láttad, amit tegnap Jácin neked elküldtem? Elküldtem szerintem. Ahogy hívják a videót, a mait, csináltam a YouTube csatira. Most mit csinálunk? Hát, de lövöm a saját csapatásra. Mindenki egyforma, milyen arc ez? Akkor láttam! Olyan, mint egy ananász, nem? Mondjátok, ha nem. Eldobja idáig a gránátját, nem hiszem. Ezen hogy megyek át? Meg fogok halni. És nem. Mennyi dinamitot hoztam magammal? Köszönöm szépen! Nem akarsz meghalni véletlenül? Nem akarsz még kelni? Miért nem a tankok mennek elő? Miért a gyalogság? Ez teljesen rossz taktika. Szétnézek élet után. Meg én szerintem ennek biztos, hogy nem kéne ilyen zúgó hangja legyen, ahogy forog. Értem én, hogy közmozdony, de mi hajtja? Haver, vannak bajok. De várjál, ez is! Ez milyen kompozíció egyébként? Aha! Jó, hát ők biztos
eljátsszák, hogy hát itt állnak, lehetséges. Bár mondjuk a feljel a földben, nem tudom, hogy kell. A mögött nincsen életvé, nem tudok bemenni, mi? Ha van, menjünk, maximum meghalok. Köszönöm a rózsát. Nekik bejött az élet. Hát az egyiknek nem hiszem amúgy. Vajon melyik fog fölkelni? Egyik se? Értem a csapatomat. Ki lehet lőni a lámpát, vagy itt még golyóálló akkor? Á, itt még golyóálló. Valóta már feltalálták a nem golyóálló lámpát is. Nem, csak én úgy tudom, még a T-72-es sem automata forgótetős. Már lehet, hogy az már, az mindegy, a T-34-esnek biztos, hogy kézzel forgatták a tetejét. Tehát nem gépi forgatásos volt, az tuti. Legalábbis szerintem. Értem. Minket most itt lemészárolnak a falba? Akkor roham! Befutok alá! De hogy pattog már? Ez kizár dolog. Biztos, hogy sokat. Elektromos rásegítéses volt? Hát, nem tudom. Miért van egy fél görög dinnye mindegyiknek a fején? Amúgy pont úgy néz ki. Hogy ő amúgy be... Nem társamat lőttem le? Nem hiszem. Hát, ott mondom, hogy görög dínje. Az a zöld színű, mármint, hogy nem a csíkos, hanem a sima zöld. Tárgyalást követelek. Nem én voltam a bűnös. Azt a te szép sas. Hogy kéne éled, de ez úgy működik, hogy vagy találsz, vagy meghalsz. A picsa történik, de bazzeg a játék, hogy tud ilyen hülye helyekre visszarakni? Értem. Hát most de rajta van a bomba, fogadjunk. Mondtam.
Ő Balázs. Hát ez mi? Melyikre gondolsz? A Hangé csatira gondolsz, vagy a VOD csatornára? Na, hát látod? Kedves kinyilat, jól mondom? Igen. Várjál, és a legújabbra gondolsz, ami most van, innen most már újabb vannak a kodon. Ez az első rész. Mert most megint a kodosoknak van újfajta borítója, ami már van felirat is. Beszarás. Baszik. De egyébként nem bonyolult, tehát egyszer megcsinálod, aztán csak képeket kell cserélgetni. Pont most... pont most akarok olyan borítókat, ami már van ilyen felirat is. Soljatok szépen elfelé, most már melegem van. Nem tudok átmenni. De grafikus vagyok, ebbe szarnék, ha nem menne amúgy, de... ezeket tényleg nagyon, YouTube-on megtanulod, aztán profi leszel. Ez nem bonyolult, nincs benne nagy kihívás. Ebben nem tudok átmenni. Hát igazából most már nekem nem sok meló van vele, mert csak át kell irogatnom. De annyi, azt tudom megkérdezném, ha már itt szóba hoztad, hogy jobb az, amelyiken van felirat, vagy van egy ilyen kis szöveg, vagy nem szempont. De szerintem előbb fognak rákattintani a feliratosra, de próbálok ezekre rájönni, hogy mitől lesz jobb egy videó. Nem a Modern Warfare első része után jött? Mert szerintem azt nyomtam akkor van. Szerintem a második világháborús, nem? Ez a BB, mit tudom mennyi volt? Fú, már nem tudom. Hát én egyébként nem grafikusként dolgozom, csak az a végzettségem. Olyan, hogyha tudnék ezzel foglalkozni főállásban már, mint hogy a streameléssel és videózással együtt. Ne? Videózás az kell, mert azt élvezem. Mentek? Nem mentek? Hol vannak a tankok? Akárhogy fogalmazhat. Anyagiak nem engedik. Hát nem akarok ebbe a témába belemenni, a mostanában mindig erről beszélünk, és már kurvára unják a nézők, de igazából én PS4-gyel kezdtem, szóval nagyjából fél évig PS4-gyel nyomtam. Aztán egy 10 éves géppel szenvedtem, akadozott minden.
Hát nekem egy 3 év volt, mire én úgy döntöttem, hogy akkor beleköltöm a pénzt, de nagyon sokat dolgoztam érte. Tehát... ez egy végtelen pénztemető egyébként. Nem szeretek róla beszélni, mert... ez a pénz téma, ez... engem nem zavar, de szerintem a nézőket igen, persze nem is kell helyezelnőd, és jelenleg konfigom mit engedne meg. Nem is arra akartam gondolni, hogy nem, mert beszélhetünk róla. Mert lényegében engem annyira nem zavar, a sok ember meg tudja, hogy hogy működnek a dolgok, csak... azt mondom, hogy ott megéri, hogy beleköltí az ember, hogy elkezdje, és akkor onnantól a csatornának kéne fenntartania magát, ennyi. Nem egyből, hanem szép lassan. Mondjuk. Itt is kérdezhetsz, legalább van téma. Nyugodtan kérdezhetsz. Ilyen Discordon tudtok írni, ha van időm, elolvasom, de... kérdezz itt és válaszolok, mert nyugodtan. Szerintem nagy baj, még nem sértődik meg senki, ha beszélgetünk. Jó estét kívánok! Nekem a múlt hónapban sikerült kihoznom Vodafone-tól egy Asus Gaming laptopot előfizetés meg. Ja, hát mondjuk igen, a Bunyeszt is arról streamel egyik ismerősömmel, úgyhogy egy laptopról, amit a Telekomtól hozta ki. Köszönöm a követés, de miért azt csinálja valamit, hogy Jack követte az élő alkotót? Mi Jack, kikövettél? Tehát nem értem, miért így izél a... eddig azt írta, hogy bekövetett, most meg követte. Örülök, hogy örültök, hogy kodot hoztam nektek, bocsaver. Az meg... Hey, már föl, nem akartalak lelőni. Jött 2004-38 gigalom GeForce 5 nem konfig, azzal felejtsd el. Nekem az i5 3570K-val már nem mentek. Hát a régi játékot talán, de az a RAM még úgy, ahogy, de videókártyával semmit nem tudsz megcsinálni. De mire? Egy más nézitek? Ez mi ez? Milyen izét csinálnak a srácok? Na most egyszerre, uraim. Mert kucs, arról nem jön semmi. Oké, most elnéz ki. Na, gyerünk. Köszönöm szépen mindenkinek a mindenhol egy követést is. Csimbasz, én nem tudom, hogy... akkor legalább hasznot is nálad a pajznak. Jó napot kívánok! Jani, hát itt mi történt? Nem, csúcsú. Azt a mindenit! Bocs. Mondom, én PS4-ről kezdtem streamelni, utána abból lett PC, videókártya vásárlás, majd végül be kellett lássam, hogy ezt nem lehet olcsón megúszni. Nincs, de ezt nem tudom magammal vinni. Azt, hogyha valaki eldobja, rámegyek, és akkor automatikusan nem lehet elvinni magaddal.
Hát az még úgy amúgy lehet. Hát még egy GTA San Andreas még talán ki kell próbálni. Nem tudok fölmenni. Egyik se ad életet. Ez gatya. Bemennétek? Bemenni. Gyerünk! Azzal is fogok játszani. Tudtok vele PC-n játszani, gyerekek? Segítsek! Csinálom, nem tudom, majd YouTube-on kövessetek be, mert majd jönni fog most egy videó, és az lehet, hogy kicsit segítség lesz. Simán amúgy. Ha akarsz, akkor 10 perc alatt meg tudod oldani, hogy játsszál PS2-es játékkal a PC-t. Megcsináltam már a videót, csak még nem raktam ki az emulátorosat. Mi OBS, mondjuk, mint fölvevő program. Talán többi nem. Tehát én OBS-el veszem fel a dolgokat. Nagyon sok mindent, tehát ez nem ilyen... Nem ilyen egyszerű. Ez a játéknak a vége egyébként? Kérdezem, hogy itt a fekete kép ez... Vége is van. Icebox Studio Hangar. Stúdióban ilyen nevek gorilla meg kukackos, ákos, tagas, értek mindent. Jó, hát ez így gyerekek, ez ilyennyi volt, úgyhogy jöhet a következőre.